Üdvözletünk! A 39. heti utolsó videós hírösszefoglalónkban kiemelt szerepet szánunk a Valve egyik érdekes perifériájának, egy ígéretesnek tűnt Star Wars játéknak, valamint az új, szellemes Call of Duty-nak is, úgyhogy már jó szórakozást is kívánnék a rövid hírekhez. Megkapta első előzetesét a Legacy of Kain univerzumban játszódó PC-s free-to-play cím, a Nosgaz. A vámpirok és az emberek harcába kóstolhatunk majd bele, természetesen előbbiek mindenféle trükkökkel igyekeznek darabolni, míg utóbbiak a különféle fegyvereket és hagymákat rántják elő. Fejlesztők egyébként megesküdtek, hogy akik a játékban vásárolnak, nem jutnak valódi előnyökhöz. Az árbétára egyébként már lehet jelentkezni. Ha előrendeljük a legújabb tífet, akkor bizony egy exkluzív küldetést is kapunk a pénzünkért. Ez lesz a Bank Heist, amiben egy drága nyakék meglovasítása lesz a feladatunk, de nem árt felkészülni, mert a rengeteg őr strázsál a bank környékén. A játék egyébként február 25-én jelenik meg PC-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra, PlayStation 3-ra és PlayStation 4-re. Ugyan hivatalos bejelentés még nem történt, de egy német korhatárbesorolásért felelős hivatal oldala szerint már úton van az Injustice Gods Among Us PlayStation Vitás változata. Mondjuk nem lenne meglepő ez a húzás, lévén a NetherRealms korában a Mortal Kombat esetében is hasonlóan járt el. Már tölthető a Company of Heroes 2 első Theater of War kiegészítője, amiben a Case Brew 1942-es hadműveletet játszhatjuk újra két egyjátékos küldetésben, de kapunk két gép elleni, valamint egy kooperatív pályát is 8 euróért cserébe. Eközben ingyenesen is érkezett két pálya, a Rostovon egyszer 6-an esetünk egymásnak, míg a Karkovban leginkább a közelharc kerül előtérbe. Befutott PlayStation Networkre és Xbox Live-ra a Girlfight, amiben nem lesz más dolgunk, mint feszes idomokkal megáldott kisasszonyokat egymásnak ereszteni, hogy aztán egy jól irányzott rúgással még a felsőjük is szétszakadjon. Ára 10 dollár. Ha előrendeljük a Batman Arkham Origins-t, akkor nem csak Batmannel, Robinnal és a többiekkel akciózhatunk, hanem Deathstroke-kal is, hála a Deathstroke Challenge Pack-nek. A Vectorwell munkájának köszönhetően az 1992-es Flashback remake-e október 1-től már elérhető a Steamen. A 12 dolláros játék szinte teljesen megegyezik a korábban a Xbox Live-ra megjelent változattal, egyedül csak a felbontást tornázhatjuk magasabbra. Egyes források szerint potom 20 millió euróba került a Beyond Two Souls, bár arra nem tértek ki, hogy ebben az összegben a marketing költségek is benne vannak-e. Ez egyébként nem furcsa a Quantic Dreams esetében, hiszen annó a Heavy Rain költsége is nagyjából ilyen adatok mentén mozogtak. Megjelent a City Interactive nevével fémjelzett Alien Rage PC-re, Xbox 360-ra és PlayStation 3-ra. A játék egyébként igazi akcióorgiának ígérkezik, végtelen számú űrlénnyel, egy raklapnyi fegyverrel és legalább egy fejtörővel, de ez utóbbi azért még nem biztos. A Sony Computer Entertainment Worldwide Studios elnöke Shuhei Yoshida elárulta, hogy a Gaikai nem marad meg annál, hogy PlayStation 3 játékokkal tolhassuk PlayStation 4-en, mivel szeretnék kiterjeszteni a streaming technológiát, így idővel akár tableteken, PC-ken és TV-ken is élvezhetjük a streamelt játékok kellemes hatásait. Egyre nagyobb a mozgolódás a Warcraft film körül, sőt egyes források szerint már a főszereplőkkel történő tárgyalás is megkezdődött. Állítólag a Legendary Paul Patton-t és Colin Farrell-t szeretné megnyerni a mozihoz, de ez még nem minden, mert a forrás szerint Pattonnál már tárgyalnak is, és Farrell-lel is felvették a kapcsolatot. Úgy tűnik, hogy az Nvidia nem csak a kézi konzolok világába törne be, hanem a tabletekébe is, hiszen bejelentették a Tegra Note-ot, amit a Tegra 4-re szerkesztenének rá. A gép közepes mennyiségű RAM-ot, valamint egy alacsonyabb felbontású kijelzőt kapna. Meglehetősen érdekes játék a The Fall, ami egy Kickstarteres gyűjtést már sikerrel is vett. A játékban egyébként egy eszméletlen ember által hordott páncélmesterséges intelligenciáját személyesíthetjük meg, feladatunk pedig az lesz, hogy az úriembert biztonságba helyezzük. A játék PC-re és Wii U-ra készül, de az összeg tovább nő, akkor nem kizárt több platform sem. Androidra is beugrott az eredetileg 2010-ben megjelent Sonic and Sega All-Stars Racing, amit már tölthetnek is az érdeklődők a mobiljaikra. Az ára egyébként csupán 2 dollár, és azt gondolom ez egy csekély összeg egy ilyen remek versenyjátékért cserébe. Befutott egy újabb Valve bejelentés, ami egy igazán különleges kontrollert leplezett le. Gabe Newell-ék elmondták, hogy majdnem egy évet kísérleteztek a meglehetősen egyedi kialakítással, amivel az infók alapján minden Steam-es játékot irányíthatunk, akár még az RTS-eket is. Ez leginkább az analóg karok hiányának köszönhető, hiszen helyettük két nagy pontosságú trackpad kapott helyet az eszközön, amivel szinte egeres minőséget érhetünk el. A Steam Controller kapott még egy érintőképernyőt is, amihez szinte bármilyen funkciót hozzárendelhetünk,
sőt akár többletinfót is adhat a játékos számára, akár csak a Wii U-s gamepad. A cuccos egyébként szinte bárki számára alakítható lesz, így akár a Steam Workshop segítségével is hozzáadhatunk pár új dolgot. Az árát még nem ismerjük, de kíváncsian várjuk a fejleményeket, mert nekünk elnyerte a tetszésünket. Kiderült pár info a valószínűleg már végleg törölt Star Wars 1313-ről, de hát tudjátok, a remény hal pusztul el utoljára, vagy hogy is mondják ezt. A játék főszereplője valóban Boba Fett lett volna, aki a történet elején még nem viselte ikonikus penciát, így a sztori alatt szedhettük volna össze az armor darabjait. Először a Tatooine-t járhattuk volna be, de megfordulhattunk volna Coruscanton is, sőt még a 1313-es nyomornegyedet is megnézhettük volna magunknak. Társunk is lett volna egy droid személyben, aki a történet előre haladtával útfest csúnyán átejtett volna a palánkon. Az Infinity Ward közösségi vezetője Tina Palsios elárulta, hogy a fejlesztők rájöttek, hogy a lineáris pályatervezés már a múlté, ezért itt az ideje egy szélesebb, hosszabb és bővebb Call of Duty kampányt heggeszteni. A Ghostban választásaink is lesznek majd, sőt sokszor a lopakodás sokkal eredményesebb lehet, mint az agyatlan lövöldözés. Egy multis térképről is lehult a lepel, ami a Stonehaven névre hallgat, és egy hatalmas középkori vár szolgáltatja majd a főcsapás vonalat. Érdekesség, hogy az európai korhatárbesorolásért felelős hivatal csak 16-os számot vigyeztett a játék dobozára. Ajjaj! Köszönjük szépen figyelmeteket! 40. heti híranyag is készülőben van, szállítjuk azt is hamarosan, addig is jók legyetek, sziasztok!